A Hargita megyei mezőgazdasági igazgatósággal partnerségben kiadásra került egy szórólap október 10-e kapcsán, amelyből a fórum résztvevői is kaptak. Zonda Erika, Hargita megye tanácsa, programokért felelős vezérigazgatója. A fórum moderátoraként a helyi termékek fontosságát emelte ki, az egészséges táplálkozás, a munkahelyteremtés és gazdasági fejlődés, a hagyományőrzés és a környezetvédelem szempontjából. Olyan előadásokat próbáltunk elhozni, ami a helyi termelőket érinti. Értem itt a pénzügyet például, hogy itt volt és elmondta a szabályokat, amit be kell tartsanak. Az ügynökség elmondta a vásároknak a rendszabályzatát, hogy mire figyeljenek oda jobban a termelők. Illetve a kórház részéről is volt egy olyan előadás, ami a helyi termékeknek a fontosságát, illetve az egészséges táplálkozást hangsúlyozta ki. És két jó példával is találkoztunk. Az egyik növénytermesztés témában Török Jenő igazgató úr adta elő, illetve itt volt egy kézműves sajtkészítő is, Tekerőpatakról, Bármint Attila. Ő azt mondta el, hogy fogtak bele ebbe a tevékenységbe, és főként az volt kihangsúlyozva, hogy igen, ebből meg lehet élni. Bíró Barna Botont, Hargita megye tanácsának alelnöke örvendetesnek nevezte a helyi termékek napját, köszönetét fejezve Kisebb Estjén Csaba, udvarhelyszéki RMDSZ-es parlamenti képviselőnek a kezdeményezésért, aki tagja a Parlament mezőgazdasági vidékfejlesztési és erdészeti bizottságának. Annak fontosságára is kitért, hogy helyi, országos és EU-s szinten is sikerül egyre ismertebbé és elismertebbé tenni a székely termékeket. Bece István megyei tanácsos, a megyei tanács vidékfejlesztési bizottságának elnökét büszkeség töltötte el, hogy Hargita megye élen járt jó példával, és 2009 óta felkarolta a helyi és hagyományos termékek népszerűsítését, a havi vásárok szervezését. Megítélése szerint még sok teendő vár megvalósításra, példaként a marketing megerősítését, a logisztika kiépítését emelte ki, arra biztatta a jelenlevőket, hogy éljenek a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel. A fórum szakmai részét dr. Szász Hunor dietetikus nyitotta meg, aki a vidékünkre jellemző étkezési és életstílusról számolt be. A székelyföldi étkezést, idézőjelben mondom, ez egy székelyföldi paleónak nevezem. Szerintem túl sok a szénhidrát bevitel, ezen kellene változtatni, a gabonafélékből egy kicsit kellene csökkenteni, és hogyha a telített zsírokat is iktatnánk egy kicsit a napi étkezésből, és a cukros ételeket. Tehát azok a zsírfajták, amelyek ártanak a szervezetünknek, az egészségtelenek. És ugyanakkor kell vigyázzunk azokra a termékekre, amelyek felviszik az LDL koleszterol szintet, vagy a HDL-t. A HDL az a jobbik koleszterol, az LDL a rosszabbik. Füstölt húst és agyonsózott húst kellene kerüljék, és hogyha lehet, házi növesztésű állatokat fogyasszanak, ezeket nem tápszerezni kellene, hanem természetesen táplálni, ha lehet, nem gabonafélékkel, és a felvágottakból is kellene kerülni, főleg az ilyen parizel vagy virslifélékből. Hiába kevés a cukormennyiségük, szerintem ártalmasabbak, mint ahogy előírják. Amióta az Agrárkamara átszervezésre került, a székely termékekkel kapcsolatos tevékenységeket és feladatokat átvette a Hargita megyei fejlesztési ügynökség, amely Hargita megye tanácsának alárendelt intézménye. Az ügynökség részéről Csilip Árpád, a vásár rendszabályzatáról és a termelőkkel folytatott kommunikációról tájékoztatta a jelenlevőket. A folytatásban Albert Edit, a Hargita megyei közpénzügyi ügynökség osztályvezetője azokról a feltételekről és kötelezettségekről nyújtott tájékoztatást, amelyeket be kell tartani a vásárokon való részvételkor. A fórum második felében Hargita megyei jó gyakorlatokat osztott meg a hallgatósággal, Török Jenő, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, valamint Bálint Attila, gyergyótekerőpataki kézműves sajtkészítő. A fórumra meghívták a Hargita megyei fogyasztóvédelmi hivatalt is, de nem tettek eleget a felkérésnek. Az a tanult Jenő is lábakolnak, amíg én megetted, és látjuk, hogy mennyit eljön be. Tehát itt nekem most 1919 kiló tej van a tanba, amit falsúlyva hozva szörökbe tudom, hogy mennyit eljön be. Szintén mára szervezték meg a tangazdaságok farmok látogatását azon Hargita megyei 8. osztályos diákoknak, akik agrár szakliceumokban szeretnének tovább tanulni.
Ezekbe a szakmai tanulmányutakba a csíkszeredai, tusnádfürdői, csíkszentmártoni, szentegyházi, fenyédi, székelyudvarhelyi, kányádi, derzsi, karcfalvi, madarasi, gyimesközéploki és szépvízi diákokat vonták be, akik a csíkszentsimoni Szent László lovardát, Tódor József csatószegi tehénfarmját, az Eik Domokos szakközépiskola tangazdaságát, a kisgalamfalvi és csekefalvi levendula feldolgozót, a szépvízi tejfeldolgozó üzemet és Bartalis Attila jenőfalvi tehenészetét látogatták meg. A diákok részéről nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, volt, aki eldöntötte, hogy ott fog tovább tanulni.